Bábszínház után pedig színházzal folytatjuk. A Móricz Zsigmond Színházban elkezdődött Shakespeare darabjának, a Macbethnek a próbája. A rendezővel, Horváth Illéssel beszélgettünk. Izgalmas lesz. Tehát szerintem ez a kulcs szó. Nem is a dolognak a drámaiságát hangsúlyoznám ki, tehát nem kell melodrámára gondolni, vagy nem kell ettől megrettenni, hogy nem egy végjátékra ül majd be a néző, mert abba bízom, hogy ehhez mérten, és megfelelőképpen fogja ezt ellensúlyozni azt, hogy a dolog rettentően izgalmas. Mind a képi világában, a díszletben, a jelmezben, tehát a közeg, amit megteremtünk, azt nagyon szeretném, hogyha egy tulajdonképpen a misztikus, fantasy filmek világára emlékeztető, szinte már horrorisztikus és mindenféleképpen fordulatos és pörgő és cselekménnyel bíró, nagyon vagány előadás lesz, ami érdeklődésre tartott számot mind a fiatalok körében, de egyébként szerintem hanem a dolgot fogom annyira komolyan venni, hogy nehogy azt gondolják, hogy ez egy kifejezetten ifjúsági előadás lesz, tehát a felnőtt nézőink számára is ugyanolyan értékekkel fog bírni, és ugyanolyan érdekes lesz. A díszleten, jelmezeken kívül magában a megfogalmazásban és a mondani valóban mennyire lesz ez fiataloknak szóló, vagy mitől lesz nekik szóló? Nem nagyon választanám le a fiatalokat azért a felnőttekről, hiszen nem gyerekelőadásról beszélünk, tehát nem kisgyerekekről, hanem fiatal felnőttekről tulajdonképpen. Ilyen értelemben én nem akarok külön hangsúlyt fektetni arra, hogy értsétek meg, gyerekek, mert felnőtt emberként kezelem ezeket a nézőket, a középiskolás nézőket, ha jól tudom, ez középiskolás béretben is fog menni. Hogy mondjak rá valamit, a zenei világát tekintve például, ez mindenféleképpen olyan előadás lesz, amiben megtalálhatják a saját ízlésüket és a saját hangulatvilágaikat a fiatalok, tehát hangzás világában a dolog megfelelőképpen progresszív lesz ahhoz, ami alá fogja húzni ennek a világnak a saját pörgős, saját modern, progresszív érzését. Nagyon komoly dolgokat dolgoz fel a darab. Hogyan lehet ezeket úgy megfogalmazni, ezeket a nehéz és mély tartalmakat, hogy azért befogadható legyen és feldolgozható? Nagyon jól kell csinálni. Tehát nagyon jó színészi játékokra ad lehetőséget majd ez az előadás. És hát ez barom érdekes lesz, tehát itt boszorkányok, jelenések, kísértetek fognak folyamatosan rohangálni, amit tényleg meg fogok próbálni nagyon komolyan venni, és olyan módon megjeleníteni, hogy az önmagában folyamatosan lekösse a nézőt. Tehát, hogy nem lesz nagyon idő unatkozni. Ebben bízom, hogy a dolog folyamatosan izgalmas, és érdekes lesz, és különleges. Nagyon sok olyan matériával, anyaggal dolgozunk majd a színpadon, ami nem megszokott. Tehát lesz föld, víz, kő, tehát hogy nem egy steril színházi térbe fog megérkezni a néző, amikor beül majd a nézőtérre, a kamaraszínpadon játsszuk, hanem már rögtön a térbe való megérkezés is egy újdonság erejével fog hatni, ebbe bízom, ezt remélem, és ezáltal a dolog nem, egy pillanatra sem fog leülni. Én ebben bízom. Ez a másik, gyámoltalan szegény jószág. Vagyonát mámorba őrte, másért nem ért, remegett, míg italt nem ért, családja egy hete éhes, mikor a kocsmába indult, asszonya így szólt férjéhez, bor helyett kenyeret vegyen, és a nőt majdnem nagyon verte. Hazafelé tart a fickó, hagyja kocsiját ezerrel, elázottan, faltól falig, kislánya az utcán játszik, szellő leszek, kattáját az útra fújom, rohan érte óvatlanul, apukája alig lát már, áthagy szépen kicsi lányát. Kiemelted a színészi játékot, hogy ugye erre nagy lehetőség lesz. Mit lehet tudni a szereposztásról, hogy melyik szerepet kinek miért adtad? Hogy kinek miért adtam? Hát nem titok, hogy én Nagyidai Gergő, szerintem nyilvános a szereposztás, Nagyidai Gergő fogja játszani Macbethet, és nekem ez az előadás róla is jutott eszembe. Tehát én, amikor Gergőt itt láttam más szerepekben színpadon, akkor rögtön jött egy ilyen sugallat, hogy ennek a srácnak Macbethet kell játszania. És nagyon érdekelt az a verzió, hogy mellette a Lady Macbeth, aki az sztereotíp gondolatokban, az mindig egy ilyen gonosz nő, aki gonoszkodik folyamatosan a férje körül, és ráveszi a legcsúnyább dolgokra, és a Lili, aki egy kiváló tehetségű és nagyon fiatal színésznő, őt is ismereti már a nyíregyházi közönség, ő pedig egy tüneményes szőke kislány. És szerettem volna ezt az ellentmondást, ez engem jobban érdekelt, hogy legyen egy tüneményes, szőke, nagyon fiatal kislánya mellett, a nagy darab állat férfi mellett, és ő vegye rá ezekre a dolgokra, hogy ez egy sokkal, sokkal különlegesebb konstelláció szerintem. Miféle véres embert látok ott? Ahogy kinéz, biztosan szemtanúként számolhat be a csata állásáról. Ez a tiszt az a remek katona apám, aki nem hagyta, hogy fogságba essek. Üdv neked, bátor barátom!
Beszéld el a királynak, hogy Ford az ütközet miatt idejöttél.